Mit adsz, hogyha felülök a bringával és szembe megyek azzal a sodrással? Sziasztok, én Géza vagyok, professzionális szerelő is visszakértő, és üdvözlök titeket a mai videóban, amiben nagy valószínűség egy vihar fog elkapni az előrejelzések szerint. Jó szórakozást ehhez a videóhoz. Oh my god, oh my god, oh my god! Ha jó viccet félretéve, mielőtt még belevágnánk, nézzük meg a kedvenc videósunk feltöltötte videót. Náló mindenkinek sziasztok, sátszkénről vagyok, és itt vagyunk! Jézusom, hallgass már! Elhiggyétek az előző mondatomat. Kéne egyet gyorsan kajálni. Van még egy csomó idő, mert csomó hedet ki kéne hozzá a BF-be. Mi az Isten csinálnak hedet? Szarrágok. Na jó van, na, most már tényleg induljunk. Nem tudom, hogy ez a setup fog-e működni, megmutatom, hogy milyen új kis helyet találtam ki a kamerámnak hordozásra. A túlélése nem garantált, amit látjátok, becsatoltam ide oldalt a táskámhoz, de nézzük, hogy le fog-e szakadni útközben. Remélem. Jöttünk egyet bringázni, de nagyon fúj a szél. Hajrágó gépet nem ismered? Nem, bazeg, fúj el a szél. Szilű, milyen érettségizőnek lenni? A legvagányabb. Hát végülis még. Ők megmondták helyetted. Higgyetek nekik. Au. Ez melyik volt? Szerencsétlen lelocsolt, ezért meg fog fizetni. Most hozok egy, vegyek egy vizet. Na, meg. Megkezdek egy vizet gyorsan. Lopjuk el a kamerát, mit szólsz? A kamerát, a bringáját. Gyere, hamar. De hova? Gyere, hamar, közzed. Táskát, közzed, hamar. Míg mi ellopjuk az övét. Ide rakd le. Gyorsan, ide. A few moments later. Cseh. Hozd már le a Lexnek a bringáját. Ember, hol van a táskám és a bringám? Hova vitted? Hova raktad a bringám és a táskám? Most jöttem le. De te nézzél ki minden. Lelocsoltál te is? Csak úgy szólok? Ugye tudod, hogy befogytak a csámba. Lelocsolsz, eldugod a bringám a táskám, és utána lelocsoljalak minden. Most jöttem le, te buzi. Nem mi dugtuk el? Mi? István volna! Igen. Mi van? Mi van? Hájde! Lelocsoltál te is? Nem tudsz csak úgy megfogni. Na, fejezzük be a ilyeséget. Bocsánat, jó? Bocsánat. Mondom, bocsánat. Nem én locsoltalak, de te kocka! Onnan fentről jött valami fos. És ez pont én volt. Nem kell eltűrni a kezem. Sziasztok csajok, a Tinder nevem Hopka 1-2-3.0. Láttátok azt a videót, amikor mondjam, elvitték Georginát? Bazeg. Elvette Georginát. Az anyja megkúrt. Nem láttátok azt a videót, a mezőn kim van a csóró. Az anyja megkúrt. Tinder nevem Norbi 23. Az én Tinder nevem nem tudom mi az. Nem használok ilyen mocskot. Reméljük nem kezd el esni az eső, mert nagyon szép felhők járnak. Pontosan 5 perc múlva. Asztalén. Az élet ironikus és csak akkor esik az eső, mikor videózunk, de Istvánnak van egy ötlete. Szerintem nem fog sikerülni. Hüly! Hüly, igen, hüly! Ember, szemből kell! A f***t! Nem megy! Sikerült! Gyere, felüljön! Ez egy szar, nem érted? Mindenem szar rád. Nagyon sok víz folyik az úton, nem tudom, látod én. Várjál. Mit adsz, hogyha felülök a bringával és szemben megyek azzal a sodrással? Már úgyis tiszta víz vagyok. Láttam volna egy csokit, de már megettem. Hé, abban nagy vízbe menjünk bele. Mehet? Menjek én is, először menjél meg, én is után. Jó. Hideg! Honnan tudtad? Várj, elfáradtam. Szép a hajat, tetszik. Ez csak víz, ember. Ezt ne csináljátok utánunk, vagy utánam. Ugyebár az unalom csodákra képes.
alakul. Van egy kérdésem, hogy fogjuk ezt leszedni? Alex, az istók meg... Jó, hol van? Ne, ugye van? Ne, arra felé! Ne, ugye van? Akarod mondani valamit? Mit csinálsz? Lépünk! A másik felé! Gyertünk! Ne, arra felé! Felé! Nem tudom, hogy mi jön még ezután, mi jöhet még ezután. A motor erre húzza! Ne, na, de ne arra menjetek! Csak arra menjen! Meg vagyunk, de össze menjünk ki! Ezt nézzük el, üljünk már mellett! Menjél! 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 Ez volt a legszarabb döntés a mai nap, hogy ezekkel, ez a három hülye gyerekkel összezárva lett. Jobb, ha nem kérdezitek, hogy mit történtek itt. Csak unatkoztunk. De egy jó nagy eső után ismét lementünk. Lejöttünk ismét csövelni. Bringákkal. Szaridőnk van, de megpróbálkozok egy halálugrással. Innen, nem tudom, hogy jön át videón, de innen oda kell ugratni oda. Igen, szóval Norbi akkora, és így ez a szar ekkora, és ez a táv itt ekkora, és valahol ide kéne érkezni, nem az autóra. Ilyen majd fel lesz írva, hogy trippa lesz. Full speed! Teleszkópomból ki van menve a szimerén is alul azt csatta. Ne legyetek olyan hülyék, mint mi, és vegyetek sisakot. Le se jöttél! Egyébként azt magyarázza el valaki nekem, hogy ez a csavar hogy esett ki innen, és nem ez, hanem egy másik fekete. Én tudom. Ezt? Mi? Hogy? Eladtam. A vasba. A csavaromat? Pont beletalál. De te mit csinálsz? Pont beletalál. Nos, beszéljünk egy picit a ma történt dolgokról. Mármint a hülyeségen kívül értitek a nagy eső, meg árvíz, stb. Igen, árvíz. Kicsit durva belegondolni nekem se és a többieknek se, a fejébe meg se fordult az, hogy ez az eső igazából mekkora eső volt, mert a te hülyéskedtünk az időt, varamkodtunk, nem volt mit csináljunk. De igazából már teljesen jó idő van, és kiderült, hogy az eső, ez egyáltalán nem volt olyan pici eső, mint azt gondoltuk. Ugyanis a város egyes részeiben tényleg akkora árvíz volt, hogy ez rengeteg kárt okozott. És nagyon durva, mert fotók is készültek, hogy hogyan is nézett ki az út, így ránézésben az út az nem volt olyan durva ezen a részen, de hogy menjünk a fotóknak tovább, rendesen a pince az konkrétan olyan, mintha egy 1 méteres vízbe úszna. Kerestem még a dolgokba, hogy a környező falukba is, hogy mik történtek, meg esetleg régebben mik történtek, és megdöbbentő képeket találok. És köszönöm, elfog egy ilyen érzés, hogy mennyire rossz, hogy azért néha-néha történnek itt is természeti katasztrófák, jó, azért annyira nem rosszak, mint más kontinenseken, de azért itt is vannak. És félre ne értsétek, nem azért mutatom meg, hogy úristen, de szomorúak legyünk a videó végére, hogy milyen tragédiák történtek, meg mit tudom én. Egy pillanatnyilag elkezdett érdekelni a téma, hogy tényleg mik történnek körülöttünk, és talán sokszor észre sem vesszük. Na de szerintem ez a videó ennyi lehet volna, dobjatok egy hatalmas lájkot, tetszett, legyetek résen és vigyázzatok magatokra. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!